Magyarország kulturális öröksége, Hungarikuma, a pásztorhagyományok megőrzése. Hortobágy örökös pásztorai tovább viszik ezt a hagyományt. Vendégünk Szőnyi Imre, juhász, Hortobágy örökös pásztora. Imre bácsi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hogyan hát, lett Imre bácsi juhász? Igen. Hát gyerekkoromban kezdtem, hát az apám jászámada volt az uraságoknál, az öreg Hunontornál. Hortobágyon még a kuntelek megvan az indevében. Azt ott volt számada, ugye, hát pici korom volt a birka körül. Voltam, aztán már mikor nagyobbacska voltam, 9 éves, már akkor az iskolából kivett, aztán Hortobágyra 240 darab örűvel, de hát úgy nem ismerik úgy, hogy mi az, akkor nem volt pecsenye bárá, hanem akkor kivágták 3 éves korában. A hentesek vitték, mint a cukrot, de húsra meg volt. Úgy evel voltam ott kint. Édesapám az héten egyszer kijött, hozta a fejadobot, akkor ment sziót. 9 évesen egyedül volt Imre bácsi? 9 évesen. Az állatokkal? Egyedül voltam a kunyónál. Meg azt volt 2 komodor kutya, meg a puli. Ugye ez volt a társaság. Ez vigyázott ránk, de hát nem jártottam senki se. Csak a madarak. És azt, ahogy teltek az évek? Hát igen, aztán... Nem is, hogy... Mikor jött el az az idő, amikor Imre bácsi már nem volt egyedül? Volt olyan? Na, igen, igen, mert hogy ez a meddeléket kivették korán, egy hónappal később jöttek a fiasbék, akkor jöttek ki a bojtárok is. Akkoriban vele, hogy volt? Akkor már nem egyedül voltam. Akkor már így volt ott, hogy hónapig. Hát ugye az unatkozás nem volt, mert a birka kerül. Volt mit csinálni. Hogyan hát, telt egy nap? Hogy? Hogyan telt el egy nap? Hát 6 órakor elindítottuk a falkát, ugye nyáron meleg volt. Már 10 órakor beállott, aztán akkor fogtunk oda főzni. Mikor mi pirított lebencset, vagy paprikás krumplit, vagy slambucot főzött az ember. Mert a mamám az még 10 lyukot is kiküldött, hogy legyen tojás és minden, hogy a főzése. Hát megtanultam, mert muszáj volt. Az anyám az megtanította, hogy mit, hogy kell. Teljes önellátás volt. Igen. Megcsináltam a felvett garuskát is, mellisztet is volt ki. Hát persze, krumpli, lebencs, paprika, só, meg liszt is, minden meg volt hozzá. Abban az időben szalonnával főztünk. Egy darab szalonnát le, magdaltunk a bográcsba, apró darabból megsütöttük aztán. Abba elkészítettük. És ebéd után mi volt a program? Mi volt a munka? Hogy nézett ki a nap? Hát, jobban barátság úgy volt, hogy elindítottunk kint az idősek, bácsik, meg bojtár is volt, aztán azokkal elbeszélgettünk. Attól független a birka az a legel, mind a két részről. Még olyan is történt, azért érdekes volt, mert
Amerikából, ezek a külföldiek jöttek Libát, hogy lövöldözték. Meg után, hát nem tudom, milyen lehetett, milyen gondolkodású. Oda jött autóval hozzám, hogy legeltettem, hogy ösmerem a déli bábot. Hát mondom, ösmer. Mondom, a hangon mi? Hogy olyan, mint a víz, olyan libeg. Úgy néz ki, mint ott a nagy autóba. Most, hogy üljek be az autóba, azt fogjuk meg. Akkor gondolkoztam, hogy hát azt nem lehet meg, hogy közeledünk hozzá, az mindig megyen tovább. Mondom neki, hogy ha megyünk közelebb, az nem lehet azt megfogni. Hiszen nem beszélt egy idősebb ember, legeltetett. Nem mondom, menjék, amám biztos fogott. Leráztam a nyakamba, oda ment. Hát az, annak is mondta volna, de hát ugyan. Mint Imre egy gyerek, én féltem tőle, de az nem félt tőle, aztán látom, hogy a kampót lefordította, hogy mondom, hogy már ütés lesz. Aztán, hát persze nem jött be az autóba, elzavarta. Én meg lesipaszkodtam az hasra, hogy éppen, hogy ne is lássuk, nehogy oda jöjjünk meg így. Imre bácsi sokat látta akkor a déli bábot? Ez egy meghatározó jelenség itt a pusztában, és ma ritkán látni. Ez csak jobban a sűrűságon lehet, mint itt is arra. Na jó, hát itt olyan zöldes volt. Ezelőttem nem volt ez a sok fa, bokrok, meg minden. Sűrűterep volt. És erdők voltak annak idején. És ezt milyen időjárásban lehet látni? Azt ugye ott a déli báb persze dolgozott, mert a déli báb az ugye a földnek a harmad, hogy száll felfele, az van. Már a 10 óra fele az már vége, eltűnik, nincs egy déli báb, a földnek a gőze, párája az. Én mikor az ember főz vizet, vagy olyasmit, hogy úgy gőzöl. Ugyanaz az a déli báb. Aztán majd az öreg jön oda hozzám. Azt mondja, hogy úgy te küldted oda. Hát mondom, én nem mertem, elmondtam neki, hogy hát üljek be az autóba, fogjuk meg a déli bábot. Hát nem lehet. Én féltem tőle, aztán kitanálja, hogy majd maga elutasítsa. Aztán úgy is lett, hogy elutasították. Na hát ilyen érvényem volt gyerekkoromban, de több se volt, többen se tanálkoztam így, hogy lehetett ez. Úriembernek látszott, hogy déli bábot fogni. Ki magyarázta be neki? Nem tudom. Csak azt nem lehet. Azt nem lehet. Imre bácsi, annak idején, amikor dolgoztak, sokat voltak kint a tanyákon, mennyire találkoztak együtt, hogyan jártak össze a gulyások, csikósok, ünnepek alkalmával, mikor találkoztak? Hát, mondjuk nyáron tanálkoztunk, úgyhogy, de télen nem, mert úgy beszorultak a birkák is novemberben. Ugye leesett a hó, a hátukon vitte a havat haza, a birka, addig nem hajtották haza. Ugye a ménes meg a gulya az elég beszorult. Hát a birkák maga akkor jó volt, mert szabadság volt, mert mentünk a gulya főzre, a ménes. A birkának kell, hogy egy kicsi mező legyik, a nagyot nem szereti. Azok lelegelték ezt meg, hát kihíztak a birkák rajta, mert ott 2 hónapig azon jártunk. Hát attól függ, hogy a tél hogy jött be,
És Imre bácsi mesélne nekünk arról, hogy ugye voltak a juhászok, milyen segítői voltak a juhászoknak. Hogy volt akkor a munka megosztás a tanyán? Hát ott a beosztás jobban télen volt. Mert nyáron már a nagy bojtárak is ugye kimentek, hát tudták, hogy legeltetni kell, meg ottan a birkát abban az időben nem fürdettek. Aztán uralkodott a rű. Nem mindenki értett hozzá. Mert már az magában ugye a gyapjút meghúzza, viszket neki, mert mint egy borszem, már akkor nagyon viszket neki. Aztán a trágja, azt ugye figyelni kellett. Mert ha nem már megnőtt annyira, mint egy forintos, az már olyan, mint a sömör, az már fertőzt a többit. Azt ezt nagyon figyelni kellett, mert abban az időben nem fürdettek. Azt ugye volt olyan is, hogy hát a juhásztól függött, mert nem mindegyik egyik megtanulja, másik nem. Aztán a birka a gyapjúját kihúzza, azt a legelőn elhagyja, a másik keresztül megy rajta, már ne kapja. Annyira ragályos. Hát ugye a hátán jön ki, ottan nem tud semmi se csinálni. De annyit csinál, hogy ugye megrezegteti a hátsó lábával rúgja a lapickáját. Azt mit közben nem ott a rúg, hanem feljebb. Akkor a juhásznak nagy felelőssége volt akkor, hogy az állatoknak az egészségét is kellett figyelni. Vagy volt állatorvos? Hát az, itt a csárdánál volt állatorvos. Ilyesmire nem hitták ki az állatorvost. Csak az jobban a gulyásoknál, csikósoknál, ilyen Magyarországnál hívogatták. Imre bácsi, milyen eszközökkel dolgoztak a juhászok? Hát eszközökkel a takarmányozásnál villa, de mondjuk a múltban ki volt adva takarmányos ország. Jobban bivaj. Ugye azok szelídek voltak, meg aztán erősek. Azt ugye a szénát nem bálázták, hanem kozolba rakták. Azt akkor volt ez a szénavágók, nem tudom látott. Na. Azt ott vágta, akkor két ember egy a szekeret rakta, egy meg vágta, meg gólta neki. A hodája előtt meg lerakták. Azt mikor abrakolni keresztetik a birkát, beholták villába a jászolba. Imre Velecsi nagyon szép öltözetben van. A juhászoknak mi volt akkor? Külön volt az ünnepi öltözet és a munkai munkaruhájuk. Mit lehet tudni arról, amit ilyen most látunk is? Volt a bűgatya, fehér, de nem sokáig volt fehér, mert úgy összepiszkolott, és a birkát megfogta, úgy összekente. Az még nagrágba, gatyába, de többnyire gatyába jártak, úgy járt a levegő, nem úgy, mint a nagrágot. Tényleg nagrágot hordtak, meg nagy kabátot. Meg gumicsizmájuk volt, amíg szerette, de én sose szerettem. Én inkább a bűcsizmát. Mindegy, a vízbe, sárba, mert az volt bőven. Mérkának a fagyúját kisütöttük, azt a csizmát, meleg fagyúval bekentük, a tűzön belemelegítettük,
nem vettem a vizet. Gázolhatott benne, de úgy is már belement olyan, mint a mezítláb ment volt bele, a hóba is, hideg volt, csak táncoltak, hát én is nevettem, hogy már itt a tényezségben, hogy ti krokendóztok, én megálltam, hogy topogtak, hogy fázott a lábam. És Hortobágy hát után hol dolgozott még Imre bácsi? Hát utólag a 30-as évben édesapám a gazdálkodáson fogott. Mert a Johann számadóknak olyan fizetések volt, jobban boldogultak, na a család legyit, mint egy 50 hódos gazda. Azt hozzáfogott a gazdálkodás. 33 köbösségben gazdálkodtunk, elég. Egy pár év múlva meg a szomszédunkban 70 hódot eladta a paraszt, egy debrecenyi katonatiszt vette meg. A meg rábeszélt édesapámat, hogy szomszédjában, hogy vegye ki. Hát ki is vettem, már akkor 103 lett. Négy lovunk volt. Ugye azt lehet mondani, hogy jobban fele legelő volt, mert ugye 500 darab birka is lett. Ugye annak kellett a legelő. És aztán egy fiatal gyerek őrizgette, mert amikor gazdálkodással folytattuk már, már akkor. Család további? Te családi gazdálkodásként dolgoztál? Igen. Ugye tavasszal a színavágás, mikor perje hullajtotta a virágát, akkor már le kellett kaszálni. A kaszálás után jött az aratás. Az aratás után szintén jött a sajtószína. Úgyhogy meg kellett dolgozni. A nehezebb volt, mint a juhász. Hát akkor mondtam, hogy hát már akkor úgy legégettem azt a bálba jártunk. Aztán hát édesapám bent álltam, én az istában, Jószágra, mert ott is ha valami baj volt, hogy itt tehenek is voltak minden, nem csak a lovak. Aztán ki voltam. Hát én nem tudtam, mikor megyek el. E volt, hogy hát, ugye a bárba megismerkedte a Tanyasi Jányokkal, az hatalma volt. Mikor felnyergettem a lovat, azt elmentem bele. Hát hajnalban tudtam, mikor jön édesapám kőteni, akkor hazamentem. Igen, ám, de a lónak nem lehetett bemagyarázni, hogy a többi feküdt, hogy te is feküdj le. Bejön, hát mondja, mi van, az mondja, ez a szürke nem evett az estét. Hát, no, így szokta hajnalban felkérni vérzik. Azt mondja, hát a nyerek helye látszik. Hát mondom, zöldesen voltam. A Csikós Jánba mentem. Ott messzi volt, 8 kilométer gyalog. Hát mondom, lóval mentem. Na jó, azt mondja, aztán, hát úgy tél volt. Azt mondja, a ló kínálom, vagy volt istálló. Hát persze, hogy volt istálló, hát ki nem állíthatom. Na jó, ebben megnyertem, azt mondja. Hogy volt a kikapcsolódás akkor a juhászoknak? Hát mondjuk akkor hát a juhászok abban az időben
a tanyába összejöttek, ott kártyáztak. Meg milyen zsírost, ötös ladót, még meg pízre is. Imre bácsi ma örökös pásztor, hogyan mutatja meg a fiataloknak ezt a foglalkozást? Sok rendezvényre szokott járni, és akkor felvonulás van. Erről esetleg mesélne Imre bácsi? Hát abban az időben, a múlva ez nem ment, ez a felvonulás, mert most ez nem volt. Nem. Hát nem jött rá a jószágtól elmenni. Ott kellett lenni, mert amit a bojtárok, ugye volt a húsvét, pünkös, karácson, itten választhatott belőle, hogy még. Csak egyen lehetett elmenni? Igen. Akkor két-három nap otthon volt. Ennyi volt a szabadság? Ennyi volt a szabadság. Nem, hogy mindeste hazamenjünk, hogy van mi. Azért voltak olyan egészségesek, erős, piros arca az embereknek, a bojtároknak. Mert ott is elég fiatal korában, ugye a Kújhó körül, hát Pernye komisszárosnak mondták, egy évet ott húzott le, az ha volt olyan selejtbérka, kis csapat, ami gyengé volt, vagy beteg volt, az jogi, vagy ugye kába is volt. Na, azt sem mindenki tudta meg gyógyítani, de nem is mind sikerült. Ő a kis bajtár arra vigyázott, megfőzött. Hát elmondom ezt. Aztán, ha a másik bement, aztán évet délbe, hogy főzött a kis bojtár. Ő nem ment Vargába, csak a Kunyhó körül volt. Egy évig. Másik évben kis bojtár lett, két évig. Két év után lett nagy bojtár. Koma három év. Onnan ment katonának. Leszelt a katonaságtól, azt akkor megnősült, mert ez számadónak, mert kitanulta. Nem úgy, mint sütött éjjelbe, és mellém adtak egyet. Azt észrevette, hogy hajnapban három órakor felkeltünk, azt kibicikliztünk 6 kilométerre, 6 órára ki kellett fejni 500 darab birkát másodmagommal. Hogy ott fekszikni. Igen. De 2 óra hozzáig ott ült a fejt. Azt nem vette figyelembe, de meg odajött juhásznak. Hogy majd, hogy megyen. Igen, ám, de a fej is. Azt is meg kell tanulni, azt nem is tudott. Ott annyi fizetése volt, mint nekem. Hát sokszor beleszóltam, hogy ez nem megyen. Ő egyszerűen a csajkából, én meg kétszer. Ez ugyanannyi a fizetés. De ezen mondjuk a tétben is sokszor volt baj. Aztán egyik nap az egyik őrizte a birkát, a másik nap. Ketten voltunk. De amit legelég mondtam, ottan nem volt váltás. Ott ő volt egyedül. Egész évben. Ha annyi szabadsága volt, ha ebből a háromból választottam még ottan háromnak. Imre bácsi itt Hortobágyon a Hidivásár régebben ugye még állatvásár volt. Imre bácsi járt ezeken a vásárokon? Hogyan emlékszik erre vissza? Mesélne nekünk erről? Hát mostan nevetséges az egész, hogy most itt a Hidivásáron nincs benni a utcán. Nem árulnak.
daka dubigót, sertéstű, birkái, ló. Szóval ökör, tehén, minden állatvásár volt. Na, volt az ide is, ezek a cukrászok, minden, meg sátorok, a pásztorok elmoglottak nagyba, a sátorba, hogy iszogattak már, amikor berúgtak. Nem nagyon sírtik egymást a juhász meg a bugyás. Nem? Mi volt az ellentét? Összetűztek. Hát a sátorban gulyások győztek a bottal, és amikor kívülmentek a sátoron, akkor a juhász. Szóval lettek fejük. Ma az ügybocsuk majdnem kétszeron hosszú volt, mint az övéké. Voltak ilyenek. Na jó, a csendőség volt itt. Az aztán rendezték őket. Akkor volt a csendőrségnek munkája? Hát ritkán volt ilyen, de azért minden vásáron megtörtént, hogy összevesztek. Hát a csendőrök bevitték, azt megtapsolták, hogy ne okoskodjon. És még a mulatozás előtt az állatvásárokon itt jó állatokat tudtak vásárolni, alkudozni, egyezkedni? Hát igen. Ezek a kupecek, lónkupecek, nagy urak voltak. Meg mindenre volt, amelyik a birkát is vásárolt, a marhát is. Húzgálták krétával lefelé, ment. Borjuk, meg minden, sertés is, minden volt. Szóval jószág vásárolt. Most nincsen. Ez egy egész napos program volt? A hídivásár egész napos program volt, vagy több napig tartó volt régen is? Hát jobban két napos volt. A jószág mának távolról volt, ugye a jószágot is behajtottam, mert csapatot hajtottak. Sok baj volt, mert amikor összeszaladt minden. Oda kellett figyelni. Hát, az asszonyok is, hát volt, akinek nem volt férje, de gazdálkodott. Volt jószágja. Nekem van egy könyvem, abban minden benne van. A hídivásárok lefényképezve. Szóval, hát, aki nem volt benne, az el sem tudja képzelni, hogy hogy ment. Imre bácsi 98 éves. Mi a hosszú élet titka? Hát ezt nehéz megmondani. Ez a titok, hát a nyugodt élet, a jó kost, ennivaló, hogy mink még nem azon nőttünk fel ezen a tartósított cuccon, most is kerülünk. Úgyhogy ezeket fogyassza az ember. Mi a kedvenc étele Imre bácsinak? Hogy? Kedvenc étele. Hát a jó birkapaprikás, somuc, pirított lebencs. Hát a krumplit, ott is hiszem, de ahol nem voltam olyan jó. Meg a kenyérszalonna. Hát többnyire reggel az volt. Vagy esetleg egy villaszalmát meggyújtottunk, azt az elégett egy része, ott a perjét elkopartuk, a Biska hegyére vettük a... Hát akkor a 5 kilós kenyerek voltak, az körülkanyarítni, azt avval támasztottuk a Biska hegyét, beleszúrtuk a kenyérbe, hogy gyönyörűen megpirult, hamar.
Imre bácsi, nagyon szépen köszönöm, hogy mesélt nekünk, hogy beszélgethettünk. Kívánok önnek nagyon jó egészséget, és azt, hogy minél több rendezvényen találkozzunk mégis itt a csárdában is. Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy elfelejt az ember. Régen volt az. Régen volt bizony. És köszönöm, hogy emlékezett. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!